Bemutatta új migrációs csomagját az Európai Bizottság. Válsághelyzetben maradna a kvóta és segítenék a legális bevándorlást. Átlépte a 15 ezret az aktív fertőzöttek száma itthon. Sorbanálláskor, liftben, rokonlátogatáskor is érdemes maszkot viselni. 1 milliónál is több embernek segíthet a meghosszabbított hitelmoratórium. A jogosultaknak automatikusan jár a kedvezmény. És hétfőtől olcsóbban lehet vonaton utazni, több Dunántúli vonalon. Az Intercity-kre például nem kell pótjegy, elég a helyjegy. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Bemutatta új migrációs javaslat csomagját az Európai Bizottság. Szerepel benne a külső határok fokozott védelme, ugyanakkor megint szorgalmazza, hogy teremtsék meg a jogszerű bevándorlás lehetőségét az unióba igyekvőknek. Bár a csomagban nem írják elő automatikusan a kötelező kvótát, de válsághelyzetben mégis előírnak, hogy a migránsokat szét kellene osztani a tagállamok között, illetve azt, hogy az egyes országoknak a kitoloncolásban kellene részt venniük. Kovács Zoltán államtitkár úgy reagálta, a magyar kormány álláspontja 2015 óta változott. A kontinens határait meg kell védeni, a segítséget pedig vigyük oda, ahol arra szükség van, ne pedig a bajt hozzuk Európába. A jelenlegi menekültügyi rendszer nem működik. Egy új kezdetre van szüksége Európának. Vezette fel az Európai Bizottság elnöke az új migrációs paktum bemutatását. Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy az elmúlt 5 évben az Unió nem tudott megfelelő választ adni a migrációs kihívásokra. Kiemelte, az Európai Uniónak le kell tudni küzdenie a kialakult patthelyzetet. Fel kell hagynia az eseti megoldásokkal, és kiszámítható, megbízható migrációkezelési rendszert kell létrehoznia. Ez a csomag tükrözi a tagországok közötti felelősség és szolidaritás közötti igazságos és megújítható egyensúlyt. Mindannyian hasznot húzzunk, mindannyian megosztjuk a terhet. Ez a csomag egy gyakorlatias és valósághű megközelítést tükröz, emelte ki Ursula von der Leyen. Az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos a migrációs csomagot 3-szintes házhoz hasonlította. Az első szint a származási és tranzitországokkal folytatott partnerségek megerősítése. A második a külső határok védelme. A harmadik szint pedig a szolidaritás tisztességes belső szabályait jelenti, hogy azok, akik nyomás alatt vannak, biztosak legyenek abban, hogy a család többi tagja segítőkezet nyújt nekik a bajban. Sorolta Margiritis Kínász. Ylva Johansson belügyi biztos hangsúlyozta, hogy a legális bevándorlást és a hatékony beilleszkedést támogató uniós politika előnyös lesz az európai társadalmak és gazdaságok számára. Az Európai Bizottság javaslatában nem szerepel a migránsok kötelező kvóták szerinti elosztásának európai rendszere. Kvótákról egy esetben lehet szó, válsághelyzetben. Tagállami segítségkérés esetén rendelhető el, amikor a többi tagállamnak a befogadásban vagy a kitoloncolásban kell segítséget vállalnia, mondta a svéd politikus. Az elmúlt évek kudarcos migrációs politikáját úgy tűnik, hogy most már az Európai Bizottság is látja. Brüsszel az elmúlt években nem volt képes megállítani a migrációt, nem védte meg az unió külső határait és nem küldte vissza azokat, akik illegálisan érkeztek Európába, közölte Hidvégi Balázs. A fideszes európai parlamenti képviselő hozzátette, ehelyett a bevándorlást állandósítani akarták, és kötelező betelepítésekkel akarták a tagállamokra rákényszeríteni azokat, akik törvénytelenül lépték át a határokat. Hidvégi Balázs az új migrációs paktum kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország kész együttműködni, ha Brüsszelben figyelembe veszik a magyar álláspontot. Magyarország erős határvédelmet akar, nem kér a bevándorlásba, és azt gondoljuk, hogy az illegálisan érkezett bevándorlókat nem szétosztani kell, hanem visszaküldeni oda, ahonnan jöttek. Ebben azt gondolom, hogy nem lesz probléma együttműködni, ha ez valóban így lesz, de meg kell várnunk azt, hogy a részletek mit mutatnak a tárgyalások folyamán. Hozzátette, azoknak, akiknek nincs joguk az Európai Unió területén maradni, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan érkeztek. Magyarország ebben kész segítséget nyújtani. A csomaggal kapcsolatban Ursula von der Leyen azt emelte ki, hogy a jelenlegi rendszer nem működik, az elmúlt 5 évben az Unió nem tudott megfelelő választ adni a migrációs kihívásokra. Kapcsolunk a további részletekért már Brüsszelbe, tudósítunk hozzá Baracka Eszterhez. Szervusz Eszter, mennyire lesz vajon működőképes ez az új csomag, és valójában mennyire új egyébként ez a csomag?
Jó estét kívánok, hogy mennyire működőképes, azt most még nem lehet megmondani, hiszen egy javaslatról beszélünk, ami elindul a jogalkotás útvesztőiben, nagyon sokat módosulhat még, és hogyha lesz is belőle megállapodás, amit azért remélnek, akkor is majd a gyakorlat fogja eldönteni, hogy mennyire működőképes. Hogy mennyire új, azt is nagyon nehéz megmondani, annál is inkább, mert hogy összesen 9 dokumentumról van szó, és 355 oldalt tesznek ki ezek a jogszabályi javaslatok, nem 2 nap elolvasni, megérteni, értelmezni. Az ördög a részletekben rejlik, ezért még idő kell, hogy megtanuljuk, hogy mi az, ami új és mi nem. A bizottság szerint egyébként új a javaslat, ők több ilyen kérdésre is válaszoltak, sőt, igyekeztek is valamennyire elhatárolódni a 2016-ban bemutatott Juncker és bizottsága féle migrációs javaslatból, amiből nem lett végül ugye megállapodás. Azt mondta Margaritis Skinas, hogy megtanultuk 2016 leckéjét, a sebek még fájnak, és ezért ők máshogy készítették el ezt a javaslatot, valamennyi tagállammal konzultáltak, és azt mondják, hogy igyekeztek is valamennyi tagállami érdeket figyelembe venni, de természetesen ezt nem lehet maradéktalanul, ezért aztán nem is várják azt, hogy maradéktalanul elégedettek lesznek. Szellemiségében azt mondják, más a dokumentum, sokkal szigorúbb, nem annyira a befogadás van a középpontban, hanem a kitoloncolás, a határok védelme, a megállapodások harmadik országokkal, de ettől függetlenül természetesen van átfedés a Juncker csomaggal, annál is inkább, mert annak a 7-es jogszabálycsomagnak 5 eleme tulajdonképpen eljutott a megállapodás közelébe, és úgy gondolják, hogy itt talán nem kellene nulláról kezdeni a tárgyalást. Eszter, mik a reakciók, hogyan fogadták a csomagot a tagállamok? Hát a pártoktól tudok egyelőre reakciókat mondani. A szocialisták elégedetlenek, ők hiányolják a kötelező menekült kvótát, állandóan alkalmaznák, nem csak válsághelyzetben. A szélsőbal azt mondja, hogy Európa mint erőd jelenik meg a tervezetben lezárt határokkal, középpontban a kitoloncolása lesz számukra elfogadhatatlan. A liberálisok azt mondják, hogy a bizottság migrációs ügyekben egy kisebb országcsoport túszává vált, és ők mindent meg fognak tenni azért, hogy változzon a javaslat, túlságosan is elutasítónak, szigorúnak tartják. A konzervatívok alapvetően technikai kifogásokon kívül elfogadják, és a néppárt is azt mondja, hogy jó kiindulási javaslat, ami érdemes a vitára. Baracka Eszternek köszönjük szépen! Továbbra is felszálló ágban van a koronavírus járvány itthon. Egy nap alatt megint csak nem 1000 új fertőzöttet regisztráltak. Még mindig a fiatalok között terjed a vírus leginkább, és kiderült, hogy jóval több a tünetmentes hordozó, mint korábban. Minden 5. eset tünetek nélkül is fertőz. A friss szennyvízvizsgálatok szerint pedig több nagyvárosban is emelkedni fog a fertőzöttek száma. Ezeket a lélegeztetőgépeket alig néhány napja szerelték be a nyíregyházi Józsa András oktatókórház kórtermeibe. Ezekkel együtt állami forrásból csaknem 1 milliárd forint értékben kaptak nemrég altatógépet, monitort és infúziós pumpát, amelyet az intenzív osztályon használnak majd. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak igazgatója az M1-nek azt mondta, jelenleg csaknem 40 koronavírusos beteget ápolnak, akiknek egy jó része intenzív ellátásra szorul, ezért jól jön a támogatás. Az eszközökkel a legmagasabb szintű intenzív terápiát tudjuk folytatni. Ez egy biztonságot jelent. Tehát ennek a lényeg az, hogy a lakosságot, a betegeinket megnyugtassuk, hogy jelen körülmények között van megfelelő védőeszközünk is, van megfelelő orvosi eszközünk is, szakértelmünk is van. Nagy szükség van a hasonló eszközfejlesztésekre, hiszen egyre több a beteg országszerte. Szerdára újabb 951 embernél mutatták ki a koronavírust, 8 krónikus beteg pedig meghalt. Az éppen betegek száma átlépte a 15 ezret, közülük 558 embert ápolnak kórházban, és 35-en vannak lélegeztetőgépen. A számokat igazolja az is, hogy több nagyvárosban hetek óta emelkedik a vírus örökítő anyaga a szennyvízben. Az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján arról beszélt, ezeken a helyeken fel kell készülni arra, hogy hamarosan több lesz a beteg. Egyfajta következtetést lehet levonni arra vonatkozóan, hogy várható-e a fertőzöttek számának a növekedése. Amikor a szennyvízben egy több tízszeres emelkedést látunk, annak van egy előzetes jósló értéke. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 hét 10 nap múlva tapasztaljuk azt, hogy a fertőzötteknek a száma egy kicsit megemelkedik.
Szlávik János főorvos az M1-en beszélt arról, hogy változott a vírus tavaszhoz képest. Tapasztalataik szerint most sokkal inkább a fiatalokra veszélyes a kór, és jóval több a tünetmentes fertőző. A járvány elején úgy gondoltuk, hogy körülbelül 10-15% azoknak az aránya, akiknek semmilyen tünetük nincs, hordozzák a vírust és fertőznek. Ma már tudjuk, hogy ez jóval magasabb. Nagyon sok olyan gyerek, fiatal, középkorú ember van, aki gyakorlatilag nem is tudja magáról, hogy benne van a vírus. Az esetek nagy részében körülbelül 20%-a a fertőzötteknek felelős, a fertőzések 80%-áért. Szlávik János ennek ellenére bizakodó, kiemelte, hónapok óta folynak a vizsgálatok, és reményei szerint még ebben az évben piacra kerülhetnek olyan vakcinák, amelyekkel megfékezhető lesz a járvány. Újabb közösségi helyeken ajánlják a maszkviselés szakértők, bár nem kötelező, de tanácsos maszkot hordani például a liftben vagy sorban állás közben, és ha idősebb rokonokhoz megy az ember látogatóba, akkor sem árt az óvatosság. Lassan mindenhol beépülnek a mindennapokba az óvintézkedések, a gyakori fertőtlenítés és a rendszeres kézmosás talán soha nem volt olyan fontos, mint most. Olvasópróbát tartanak a zalaegerszegi színház színészei. Itt nem csak a színfalak mögött, de már a nézőtéren is elkezdődött a készülődés az előadásokra. Fertőtlenítik a színpadot, a székeket, de még a karzatot is. Minden előadás és próba előtt. Tulajdonképpen egy olyan fertőtlenítő permetszert szórunk szét a színházban, ami így szétporod a levegőben, és rátelepszik a színpadra, a nézőtéri székekre, a padlóra, a falra, és a vírusok nagy százalékát elpusztítja. Emellett készfertőtlenítőket helyeztek ki a színház bejáratánál. Lázat mérnek belépéskor, és kötelező a szájmaszk viselése a színházi dolgozóknak és a nézőknek egyaránt. Egy néző arról beszélt, hogy őt nem zavarják az intézkedések. Igazából mi a munkahelyünkön is ugyanígy, és fokozottan óvintézkedések mellett dolgozunk, tehát nekünk ez nem játszott szerepet a gondolkodásunkban. A járvány első hullámakor ketté szakadt az ország. Sokan voltak, akik ellenezték a maszkviselést, és olyanok is, akik szinte mindenhova hordták a ma már nélkülözhetetlen kiegészítőt. Balási Szabolcs énekes szerint, aki nem visel maszkot, az ma már nem a vírussal szembeni bátorságát fejezi ki, sokkal inkább a tiszteletlenségét a többi ember felé. Hordom, mert a nyállal terjedő cseppfertőzés egy részét gyakorlatilag megakadályozza, és hogyha én ezzel segíthetek, egy nagyon pici jót tehetek másokért, akkor nekem ez már elég is. Akkor megérte felvennem aznap is bármilyen kellemetlen, és bármennyire is fülledek esetleg, vagy izzadok meg alá. Úgyhogy figyeljetek egymásra, túl leszünk rajta, mindenkinek legjobbakat, jó egészséget. Tömegközlekedési eszközök, vendéglátóhelyek, boltok, múzeumok, könyvtárak, mozik. Például ezek azok a helyek, ahol kötelező maszkot viselni. Aki pedig nem teszi, komoly büntetésre számíthat. Az összes szabály közül talán a legismertebb és legfontosabb jelenleg a maszknak a használata. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján beszélt arról, hogy bár nem kötelező, de fontos az orrot és a szájat teljesen elfedő kiegészítő használata. Minden olyan helyen is, ahol nem tartható a másfél méteres távolság. Például liftben, taxiban, sorban állás közben, vagy éppen egy esküvön vagy rokonlátogatásnál is. Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ha jól használjuk a maszkot, elkerülhetjük a megfertőződést és a fertőzés továbbadását is. A maszkot a gumi részénél, illetve a kötő részénél fogjuk meg, minél kevésbé érintsük annak a felületét, de a külső felszínét semmiképpen. Amikor felhelyeztük a maszkot, rendkívül fontos, hogy az orrot és a szájat teljes mértékben takarja a maszk. Mindig tiszta kézzel érjünk hozzá. Erre hívják fel a figyelmet a közmédia munkatársai is, akik egy közös videóban mutatják be a helyes maszkviselést. Figyeljünk arra, hogy a Az egyes médiumokban megjelent álhírrel szemben nem alakul Covid-kórházzá a Szent János Kórház, ezt közölte az intézmény vezetése. A hét 4 napján továbbra is folyamatosan biztosítják a területi ellátást, kedden, szerdán és vasárnap pedig csak az ügyeleti időben kérték mentesítésüket a járványügyi többletfeladatok miatt. Az M1-nek nyilatkozott a kórház orvos igazgató helyettese, aki azt mondta, 110 ágyat különítettek el a koronavírusos betegeknek, holnap déltől pedig további 68 ágyat biztosítanak nekik.
kesztyűcsere, fertőtlenítés, majd jöhet az újabb vizsgálat. Az orvosok és az ápolók folyamatosan a nap 24 órájában a koronavírusos betegek mellett vannak a Szent János kórházban. Jelenleg 24 fertőzöttet ápolnak a COVID részlegen, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen. De azokat is ellátják, akiknél fennáll a gyanúja, hogy elkaphatták a vírust. A Szent János Kórház a budapesti három centrum egyike, amellett, hogy teljes mértékű baleseti és egyéb sürgősségi ellátást ad. Jelen pillanatban COVID ellátásra 110 elkülönített ágyon 85 beteget kezelünk, amelyekből igazolt COVID pozitív beteg 24, akiket jelenleg is a János Kórházban ápolnak. A COVID részlegen még 25 szabad ágy van, de továbbiakat szabadítanak fel a vírus gyors terjedése miatt. Az ortopédia épületét kiürítik és felkészítik a koronavírusos betegek ellátására. Ez meg is kezdődött, már telepítik a lélegeztetőgépeket. A kórház orvosigazgató helyettese ugyanakkor elmondta, ez csak óvintézkedés, amelyet korábban a járvány első hullámakor is meghoztak. Nyulasi Tibor cáfolta azokat az álhíreket, hogy COVID kórházzal alakítják át az intézményt. Az ellátás átszervezéséről van csupán szó, amelyről egyeztettek az Országos Mentőszolgálattal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal is. Jövő héttől pedig újra biztosítják a területi baleseti ellátást. A tavaszi tapasztalatokat tudjuk felhasználni. Fokozatosan nyitjuk meg az elkülönített ágyakat, amiket eddig más egyéb ellátásra használtunk, tehát ahol jelenleg is most állunk, ez az ortopéd traumatológiai épülete, ezt egy párnapos átszervezéssel egy másik traumatológiai osztályra helyezzük, és további 68 ágyat tudunk biztosítani COVID ellátásra. Több álhír is megjelent a napokban a koronavírusos betegek ellátásával kapcsolatban. A bal liberális sajtó a Szent László és a Korányi Intézet kapacitásait is megkérdőjelezte. Azt írták, nincs elég lélegeztetőgép és azok működtetéséhez megfelelő személyzet sem. A napi.hu azzal a címmel jelentetett meg cikket, hogy bajban van a Szent János Kórház, a személyzet már nem tudja ellátni a betegeket. A felvételeken azonban jól látszik, hogy sorakoznak a lélegeztetőgépek, több tucat van pluszban csak itt, és a kórház szerint az sem igaz, hogy nincs elég orvos és ápoló. Nagyon nem kellett kérni a kollégákat arra, hogy részt vegyenek a covidos betegek, vagy covid gyanús betegeknek az ellátásában. Jelen pillanatban is azt kell mondanom, hogy önként jönnek, nagyon papíron kirendelés nem szükséges a kollégáknak. A főorvos hozzátette, az egészségügy leterheltsége nagyban múlik az emberek hozzáállásán. Ezért ő is kiemelten kéri a szabályok betartását, fontos a maszkviselés és a gyakori kézmosás. Három álhírt indított el a hétvégén Dobrev Klára a járványhelyzettel és a kormány intézkedéseivel kapcsolatban, ezt mondta Dömötör Csaba közösségi oldalán. Az államtitkár arról beszélt, a Demokratikus Koalíció EP képviselője hazudott, amikor azt mondta, hogy 10 tesztből 8-at fizetnek az emberek. Az eddig elvégzett 630 ezer szűrés többsége ugyanis ingyenes volt. Dömötör Csaba hozzátette, Gyurcsány Ferenc felesége abban sem mondott igazat, hogy az egész világ átállt a tömeges tesztelésre, és abban sem, hogy Magyarországon nem segít az állam, hogyha valaki bajba kerül a válság miatt. Azt megszokhattuk, hogy az álhírek együtt terjednek a vírussal. De azt nem akarjuk megszokni, hogy ezeket baloldali politikusok terjesztik. Három álhírt indított el Dobrev Klára a járványhelyzettel és a kormány intézkedéseivel kapcsolatban. Erről beszél Dömötör Csaba a közösségi oldalán. Úgy fogalmaz, ez szintlépés az összödi politikában. Gyurcsány Ferenc felesége egyetlen beszédében annyi kamuhírt elindított, hogy simán elmehetne elmentősnek. Az államtitkár sorra veszi, és példákkal cáfolja meg Gyurcsány Ferenc feleségének állításait. Dömötör Csaba ugyanis azt mondja, ezek mind hamisak. 10 tesztből 8-at ma az emberek a saját zsebükből fizetnek ki. Ez hazugság. Ezzel szemben a valóság az, hogy az eddig elvégzett több mint 630 ezer teszt túlnyomó többsége ingyenes volt. Dömötör Csaba hangsúlyozza, ha a hatóságok, a kórházak vagy a házi orvosok kérik a tesztelést, akkor ingyen van, csak azoknak kell fizetniük, akik önként szeretnék elvégeztetni. Az egész világ átállt a tömeges ingyenes tesztelésre. Ez sem igaz. Az állítással szemben nincs egységes az egész világra kiterjedő gyakorlat. Az EU-ban sincs. Hozzánk hasonlóan a legtöbb országban azokat tesztelik ingyen, akik tüneteket mutatnak. Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra is, hogy a legtöbb országban nincs hatósági ár, ami azt jelenti, hogy a mintavétel ára máshol 60-70 ezer forint is lehet. Egyedül Magyarországon nem segít az állam, ha bajba kerülsz a válság miatt.
Na akkor nézzünk pár példát. Munkahely védőbértámogatás, munkahely teremtőbértámogatás, beruházási támogatás, ingyenes képzések, 0%-os munkahely megtartó hitel, adócsökkentések, tartósak és átmenetiek, hitelmoratórium, amit a kormány meghosszabbított jövő év júniusáig. Csak a bértámogatás 280 ezer embernek jelentett segítséget, és hogyha a gazdasági akcióterv egészét nézem, akkor több mint 1 milliónak, és még további döntések jönnek. Lehet ezeken vitatkozni, de azt állítani, hogy a magyar állam nem segít a válságban, az ordas valótlanság. Dömötör Csaba hozzátette, ha a balliberális politikusok az összefogásban nem tudnak segíteni, legalább járvány idején ne terjesztenek álhíreket. Áder János is beszédet mondott ma az ENSZ közgyűlésén, amelyen a járvány miatt szinte senki sincs jelen személyesen, így videón keresztül közvetítik az államfők üzeneteit. A magyar köztársasági elnök azt mondta, fel kell készülnünk arra, hogy ezt a válságot újabbak, akár a mostaninál is súlyosabbak követhetik, ha csak gyökeresen nem változtatunk eddigi életmódunkon. Az ENSZ történetében most fordul elő először, hogy szokásos évenkénti találkozónkat virtuális módon kell megtartanunk. A felelős ezért egy szabad szemmel nem látható vírus. Fenekestől forgatta fel az életünket a járvány, amely családi, baráti kapcsolataink, közösségi együttlétünk szabályait változtatta meg egy pillanat alatt, és súlyos válságot okozott. Ezzel kezdte videóüzenetét Áder János. A köztársasági elnök azt mondta, fel kell készülnünk arra, hogy ezt a válságot újabb, és akár a Covid-nál jóval súlyosabbak követhetik, ha csak gyökeresen nem változtatunk eddigi életmódunkon. Az egészségügyi krízis rövid idő alatt gazdasági, majd társadalmi válsággá terebélyesedett. Csődbe jutott vállalkozások, elvesztett munkahelyek, drasztikus korlátozó intézkedések, növekvő államadósság. Áder János úgy fogalmazott, ma a legfontosabb kérdés, tanulunk-e a válságból, és azokon a területeken, ahol régóta tudjuk, hogy veszély fenyeget, és hogy mit kellene tenni, végre teszünk-e valamit. Ilyen például a vízválság, amelynek megoldása érdekében Magyarország eddig is sokat tett, most pedig újabb világtalálkozót szervez. Magyarország eddig sem a meddő tanácskozások, hanem a cselekvés pártján állt. Ezért szerveztünk háromszor is vízvilágtalálkozót Budapesten az elmúlt években. A találkozók sikere arra ösztönzött minket, hogy még nagyobb fába vágjuk a fejszénket. A következő esztendő végén egy fenntarthatósági expót szervezünk, ami a vízgazdálkodás mellett az élelmiszertermelés, a közlekedés, energia és hulladékgazdálkodás, valamint az oktatás kérdéseivel is foglalkozik. Megoldásként a körforgásos gazdaságot is javasolta. Azt a gazdaságot, amelyben, mint mondta, a hulladék, például üveg, műanyag, fém nem szemét, hanem újra hasznosítható nyersanyag. Friss számítások szerint több mint 1 millió embernek nyújthat segítséget a hitelmoratórium meghosszabbítása. A jövő júniusig élő kedvezmény akár 450 milliárd forintot is a legsérülékenyebb társadalmi csoportoknál hagyhat. Szakértők azt tanácsolják, akinél baj lehet, éljen a lehetőséggel, hiszen a szabályok nem változtak. A törlesztő részletek később sem emelkedhetnek, egyedül a hitel futamideje nő meg. Visszaállítottunk egy csomagot, ebben mindent megtalálnak. Hitelt szeretne felvenni ez a fiatal pár, őket nem érinti a tavasszal bevezetett hitelmoratórium, ám több mint 1,5 millió lakossági és 60 ezer vállalati ügyfelet igen. Ez azt jelenti, hogy az adósok nagyjából 60%-a választotta a törlesztés átmeneti felfüggesztését. Ennek a kormányzati segítségnek köszönhetően idén 2000 milliárd forint marad a családoknál, a cégeknél. A kedvezmény december végén lejár, de nem mindenkinek. Az úgynevezett sérülékenyebb ügyfeleknek jövő év június végéig nem kell törleszteniük hiteleiket. A kormánynak az a döntés, hogy a munkahelyeket és a családok életszínvonalát a járvány ideje alatt is meg kell védeni. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy meghosszabbítják a moratóriumot a gyermeket nevelő családoknál, függetlenül attól, hány gyermeket nevelnek, a nyugdíjasoknál, a munkanélkülieknél és a közfoglalkoztatottaknál.
Mentesülnek a törlesztés alól azok a vállalkozások is, amelyek bevétele több mint 25%-kal csökkent. Ebben a mezőben kérek szépen aláírást. Az adósoknak egyébként semmit nem kell tenniük, ha nem akarják törleszteni hitelüket, a moratórium automatikusan meghosszabbodik esetükben. Csak akkor kell felkeresniük a bankjukat, ha az újbóli felfüggesztés ellenére fizetni szeretnének. Fontos kérdés, hogy hány embert érint ez a lehetőség. A számítások szerint 752 ezer szerződést, azaz a családtagokat is figyelembe véve jóval több mint 1 millió embert. A moratórium meghosszabbítása jövőre 400-450 milliárd forintot hagy a családoknál és a vállalkozásoknál. A kimutatások szerint 500 000-nál is több család, 160 ezer nyugdíjas, csaknem 65 ezer álláskereső és 16 ezer közfoglalkoztatott élhet az újabb segítséggel. Mindenkinek azt kell mérlegelnie, hogy a megélhetése, a munkahelye mennyire stabil. A pénzügyi elemző szerint, akinél problémák adódhatnak, mindenképpen éljen a lehetőséggel, már csak azért is, mert a moratóriummal kapcsolatos szabályok nem változnak. Az egyik ilyen fontos feltétel, hogy a havi törlesztő részlet összege nem lehet magasabb a moratóriumot követően, mint a belépéskori hiteltörlesztő összege volt, illetve a moratórium alatt összegyűjt kamatokat úgy osztják szét, hogy a törlesztő ne növekedjen, ehhez viszont szükséges, hogy a hitel futamideje valamennyivel meghosszabbodjon. Elemzők szerint a moratórium kitolása nem csak az adósoknak segít, hanem a gazdaságnak is, hiszen azt a pénzt, amit a hitelesek megtakarítanak, vélhetően elköltik. Így várhatóan tovább erősödhet a lakossági fogyasztás, ami nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az idei visszaesés után jövőre már ismét jelentősen növekedjen a GDP. Kiemelt figyelmet kap az építőipar a következő időszakban. A gazdaságvédelmi operatív törzs több könnyítésről is döntött, amitől azt várják, hogy megerősödik az ágazat. Csaknem 340 ezeren dolgoznak az építőiparban, ezért is fontos, hogy stabil lábakon álljon a szektor, ami az egész gazdaságra ösztönző hatással lehet. Ilyen speciális munkagépeket látni a budapesti vásárvárosban, amelyben szinte minden pavilont lebontottak, most pedig újjáépítenek. Nem sokkal messzebb Daruk sokasságát látni, épül a főváros legújabb lakóparkja. A tavaszi visszaesés után új erőre kapott az építőipar, és hogy a lendület kitartson, a gazdaságvédelmi operatív törzs legutóbbi ülésén az ágazat működő képességét jelentősen befolyásoló bürokratikus akadályok leépítéséről döntött. Okkal, hiszen az építőiparban 110 ezer vállalkozás működik, 340 ezer embernek adnak munkát. Arról nem is beszélve, hogy ha az ágazat jól teljesít, akkor a gazdaság is. A pénzügyminiszter úgy látja, a most meghozott intézkedések újabb lökést adhatnak a szektornak. Gyorsítani kívánjuk és egyszerűsítjük a hatósági eljárásokat, az engedélyezés, a környezetvédelmi hatásvizsgálat és a közművek ügyintézésénél. Továbbá szeretnénk automatikusan meghosszabbítani a beruházás végéig azokat az építési engedélyeket, amelyek a veszélyhelyzetet követő egy évben járnak majd le. Az építőipari vállalkozások szakmai szervezete szerint a bürokrácia fokozatos leépítése több előnnyel jár majd a vállalkozások számára. Kisebb a költségünk, mert kisebb adminisztrációval lehet az engedélyeket, az egész folyamatot lebonyolítani, jobban tudjuk a határidőket tartani, gyorsabban lehet dolgozni, hogyha egyszerűsödik a folyamat. A szakmai szövetség szerint az egyszerűsítéseket folytatni kell, különösen a lakásépítéseknél, hiszen ezen a területen számos, a munkát hátráltató szabályok vannak életben. Ezek lebontásával az előkészítést, az engedélyezést, a kivitelezési időt lehetne csökkenteni, és így sok ezerrel több lakás épülhetne, mint most. A gazdaságvédelmi operatív törzs döntött arról is, hogy az ágazat megerősítése érdekében létrejön egy építőipari akciócsoport, amely közvetlenül és napi szinten foglalkozik az építőipari kapacitások bővítésével és a beruházások felgyorsításával. A fővárosi turisztikai vállalkozásokat segíteni a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egy 5 pontos javaslatcsomagot dolgoztak ki, ami különböző kedvezményeket adna a nehéz helyzetbe került cégeknek. Budapest vendégeinek 90%-át veszített el az elmúlt hónapokban, a fővárosi önkormányzat viszont elzárkózott a segítségnyújtástól, pedig az államkincstár szerint csaknem 135 milliárd forintja van állampapírban Budapestnek.
Budapest egyik legismertebb látványossága a Szent István Bazilika. A járvány erőt szinte nem lehetett megmozdulni itt a Szent István téren a bazilika előtt, és szinte nem lehetett magyar szót hallani. Most azonban, mint láthatják, szinte alig vannak a téren. A belvárosban szerda délben alig láttunk embereket, azok is jobbára helyiek voltak, de a máskor zsúfolt Hősök terén sem volt szinte senki. Míg a vidéki turizmus a nyáron jól teljesített, addig a budapesti, amely eddig 90%-ban a külföldi vendégekből élt, szinte megszűnt. A fővárosi szállásszolgáltatók, vendéglátósok, taxisok segítséget várnak. A turisztikai szektorban ugye nagyon nagy létszámú ember az, aki jelen pillanatban elbocsátásra került, illetve teljesen bizonytalanná vált a sorsuk. Az éttermet mi is bezártuk, reggeliztetés megszűnt, csak a szállodai rész üzemel. A helyzet orvoslására először a fővárosi Fidesz frakció nyújtott be javaslatot. Az 50 milliárd forintos mentőprogramot azonban nem fogadta el a baloldali többségű fővárosi közgyűlés. Karácsony Gergely politikai blöffnek minősítette az előterjesztést. Most pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara állt elő egy 5 pontos javaslatcsomaggal, amely átképzéseket és eszközvásárlási támogatást biztosítani az érintetteknek, de átmeneti bérleti díj csökkentést és a közterület használati díjak mérséklését is javasolja. Élénkíteni a határon túli magyarok turizmusát és a V4-es országok állampolgárait is Budapestre csalogatná különböző kedvezményekkel. Szálláshely felújítási programot indítana és létrehozna egy napra kész budapesti gazdasági honlapot is. Gondoljunk bele, hogy a iparűzési adón keresztül, vagy az idegenforgalmi adón keresztül egyszerűen közvetlenül érdekeltek, tehát itt van egy megtérülés is a történetben, nem véletlenül Nyugat-Európába ugye komoly pénzeket fordítanak, hiszen hát itt vagy az elköltött pénz egyben befektetés is, mert munkahelyet megtart, vagy akár teremt, és ugye abból pedig szerencsére a adóbevételekbe visszafolyik egy része. Megkérdeztük Dorosz Dávidot, hogy mit szól a főváros a BKIK csomagjához. A főpolgármester helyette szerint minden javaslat hasznos. A járványhelyzettel kapcsolatosan kialakult gazdasági helyzetre, és azon belül is az, hogy a vállalkozókat, és akik ezen belül is főleg a kis és középvállalkozásokat hogyan segítjük meg, erre szerintem minden javaslat, ami gondolkodást indít, az alapvetően hasznos. Az Origo összesítése szerint egyébként több európai fővárosban is segítenek a bajba jutott turisztikai vállalkozásokon. Van, ahol pénzzel, van, ahol kampányokkal, és van, ahol adókönnyítésekkel. Budapestnek a magyar államkincstár közlése szerint csak nem 135 milliárd forintja van állampapírban. A Jobbik szerint a kormányzati munkahelyvédelmi intézkedések a kieső bérek csupán 15-20%-át térítik meg. Zékárpád Dániel felhívta a figyelmet pártja munkahelyvédelmi koncepciójára, amely szerint az alapot a költségvetési források mellett multicégek és pénzintézetek befizetéseiből lehetne feltölteni. A Jobbik tehát a magyar munkahelyvédelmi alappal egyértelműen letette a garast a munkabérek, a kieső bérek 80%-ának pótlása mellett. Kiterjesztenénk ezt természetesen a turizmusban és a kapcsolt ágakban dolgozókra is. A DK továbbra is azt követeli, hogy tegyék zárt kapussá holnapi budapesti szuperkupa döntőt. Gyérémet Erzsébet főpolgármester helyettes azt mondta, arra kérik a szurkolókat, hogy ne csak a tömegközlekedési eszközökön, de már a megállókban is viseljenek maszkot, és mindenütt tartsanak távolságot. A fővárosi önkormányzat ettől függetlenül mindent meg fog tenni azért, hogy megóvjuk az embereket. Csúcsra járatjuk a BKV járműveit ebben az időszakban, tehát minden autóbuszt, amit csak lehet, illetve a metrók is sűrűbben fognak járni a meccs helyszínére. Az LMP szerint a jelenlegi járványhelyzetben fontos, hogy mindenki ingyen jusson sürgősségi ellátáshoz, 100%-os táppénzhez, vagy ha a járvány miatt nem tud dolgozni, 9 hónapon át álláskeresési járadékhoz. Kanász Nagy Máté úgy vélte, a kormány leépíti a jóléti államot és a szociális jogokat. Az LMP ezzel szemben egy zöld, szociális államban hisz, egy olyan államban, ahol alapvető szolgáltatásokat és ellátásokat nyújtanak alanyi jogon, állampolgári jogon mindenki számára, aki bajba jut. Az MSZP egyértelmű és igazságos intézkedéseket sürget a járvány okozta válság enyhítésére. Koros Lajos szerint hibás volt a kormány által meghirdetett válságkezelési program. A tisztesség azt kívánja, hogy legyen esélye minden embernek, legyen esélye a munkára, legyen esélye a szociális ellátásra, legyen esélye a gyereknek az oktatás magas színvonalú való igénybevételére, és legyen mindenkinek esélye a gyógyulásra.
Strómanoknak játszhatta át vállalkozását Bíró László, erről számolt be a Pesti TV. A csatorna stábja a jobbikos politikus egykori cégét átvevő felügyelő bizottsági tagok állítólagos lakhelyén járt, de a megadott címeken lakhatatlan épületeket találtak. Bíró László tagadta, hogy találkozott volna strómanokkal, szerinte az egész egy hamis hír. A Fidesz szerint a baloldal szerencsi jelöltje nem munkahelyeket teremtene, hanem tönkretenni azokat. Meg tudnék mutatni egy fotót arról, hogy a felügyelő bizottság tagjai éppen hol élnek. Omladozó, romos épületek. A Pesti TV információi szerint állítólag ilyen címekre vannak bejelentve a jobbikos Bíró László volt cégének felügyelő bizottsági tagjai. A csatorna arról számolt be, hogy a baloldal közös borsodi jelöltjeként induló politikus korábbi vállalkozását strómanoknak játszotta át, hogy ne kelljen fizetnie az alkalmazottainak. Csak hogy a felügyelőbizottság tagjainak állítólagos lakhelyén a Pesti TV stábja szinte lakhatatlan épületeket talált. Ez a Tápió bicskei. Szerintem most egy kicsit közelről szeretném. Én nem találkoztam a felügyelőbizottságot. Hát igen, csak átadta egy ilyen professzionális csapatnak. Én úgy érzem, hogy ez a Tápió bicskei, illetve ez pedig a nagykátai vezető. Hamis híreket nem hamis hír, mert itt jártunk. Bár Bíró László hamis hírnek nevezte az ügyet, azt korábban a Varroda munkatársai a Hír TV-nek is megerősítették, hogy a jobbikos politikus nem fizetett nekik. Elmondásuk szerint, amikor egyik ők ezt szóvá tette, a politikus fenyegetőzni kezdett. Kiállt a Varroda közepére, és azt mondta, hogy amennyiben még itt az ő neve elhangzik, akkor ő lelövöldözik mindenkit. Bíró Lászlót ennek ellenére az október 11-i borsodi időközi választáson az összes baloldali párt támogatja, pedig a politikusnak nem az alkalmazottak fenyegetése az egyetlen közfelháborodást keltő ügye. Bíró László az a képviselő, aki korábban a cigányságra utalva azt mondta, Magyarországot a sztojkáktól is meg kell védeni, a fővárost Budapest helyett Judapestnek, a zsidó turistákat pedig tetőcsúszdásoknak nevezte. Itt egy ember, aki biztos, hogy követette a hibákat, kiállt a nyilvánosság elé, elnézést kért, tovább lépett. Kijelentései ellenére Bíró Lászlótól sem a baloldal, sem pedig pártja a Jobbik nem határolódott el. Sőt, Zikárpád Dániel kérdésünkre azzal érvelt, hogy politikus társán vannak pozitív tulajdonságai. A saját jelöltünk emberi nagyságát és pozitív tulajdonságait szeretném kiemelni, nyilván vannak neki negatívabbak is, hiszen mi egy valódi embert, nem egy külföldön kiképzett pártkatonát, nem egy soros ösztöndíjast indítottunk. Én rengeteg jót tudnék mondani Hitlerről. De szerette a kutyákat, imádta a kutyákat. Volt egy kis hibája, ugye? Közben egyre több közéleti szereplő hangoztatja nyilvánosan, hogy nem kérnek az elvtelen összefogásból. Gerő András történész az M1-nek arról beszélt, Bíró László korábbi kirekesztő és zsidó ellenes kijelentéseit nem lehet felülírni vagy lezárni egy bocsánatkéréssel. A baloldal ezért a hatalom megszerzésének érdekében a rasszizmust és az antiszemitizmust legitimálja. Ez a párt a rasszizmusban fogant. Ez volt az ő sajátossága. A záró egyedisége a magyar politikai piacon. Na most a baloldal egy ilyen párttal lépett politikai szövetségre, ennek csak egy jele az, hogy az adott jelölt is rasszista nézeteket vall. Tehát a probléma nagyobb, a probléma szerintem ellentmond az Európai Unióban ma uralkodó értékvilágnak, ellentmond a magyar baloldal érték és identitás világának, következőleg az, ami történik, az számomra elutasítandó. Egyetértés alakult ki, zsidó vezetők szerint vállalhatatlan a baloldal közös jelöltje, erről már a Magyar Nemzet ír. A lapnak több zsidó szervezet vezetője is nyilatkozott, akik mindannyian azon az állásponton voltak, hogy Bíró Lászlónak nincs helye a törvényhozásban. Róna Tamás, a Mazsihisz rabbi testületének elnöke úgy fogalmazott, Bíró Lászlónak nem szabadna véleményformáló feladatkört ellátnia. Köves Lomó, az Egységes Izraelita Hitközség vezetője pedig azt mondta, az elfogadhatatlan kijelentések nem meglepőek a Jobbiktól, ennél aggasztóbb, hogy az őt támogató pártok az antiszemitizmus mögé álltak. A Fidesz kommunikációs igazgatója az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott, Bíró Lászlónak egyre több botrányos visel dolga lát napvilágot, amit a baloldal kezdettől fogva elsumákol.
Ezeknek a tényeknek a fényében kijelenthető, hogy a szerencsi munkahelyeket Bíró Lászlóra bízni, az olyan, mintha a kecskére bíznánk káposztát. A baloldal jelöltje az nem munkahelyeket teremtene, hanem tönkretenni azokat, úgy, ahogy azt tette az általa vezetett szociális szövetkezetben is, még a saját dolgozóit sem volt képes kifizetni, inkább kisemmiszte őket. Éppen ezért a munkahely teremtésben, a munkahelyek megvédésében Bíró Lászlóra biztosan nem lehet számítani. Hollik István emlékeztetett, Bíró László mögött az a Gyurcsány Ferenc is ott áll, aki korábban bezáratta a szerencsi cukorgyárat, ami a körzetben több ezer embernek biztosított munkát és megélhetést. Magyarország segít Ukrajnának, hogy kezelni tudják a koronavírus járvány második hullámát. Ezt mondta Szijjártó Péter Ungváron, ahol az ukrán külügyminiszterrel találkozott. A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, Magyarország az Ukrajnával való jó szomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt, mert a kialakult helyzet nem jó egyik országnak, illetve a kárpátaljai magyar kisebbségnek sem. Hozzátette, a jó indulat jeleként 50 lélegeztetőgépet hozott Magyarországról kárpátaljai kórházaknak. Remélem, hogy azok a megbeszélések, az a párbeszéd, amely a kárpátaljai magyar közösség jogainak biztosítására irányul, az sikeres lesz. Én egy ősti perhovori, aki provodjátsa dla obhovorenia stanu uhorskoj menšiny v Zakarpatti budut uspešnými. A jó indulat nem hiányzik. Ezt is mutatja az a tény, hogy ma 50 lélegeztetőgépet hoztunk kárpátaljai kórházaknak. A kárpátaljai magyar közösség továbbra is számíthat a magyar kormány feltétlen támogatására. Ezt mondta Szijjártó Péter a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola tanévnyitóján. A miniszter úgy fogalmazott, egymás nélkül sem a kisebbség, sem az anyaország nem tud erős, sikeres és teljes lenni. Magyarország kormányának nemzetpolitikai alapvetése az, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Éppen ezért nem csak feladatom, nem csak feladatunk, hanem kötelességem és kötelességünk is kiállni önökért, kiállni és küzdeni a kárpátaljai magyar közösségért. Ezért ez az elismerés számomra nem más, mint a megmaradásért való közös és kemény kiállásunk jelképe. Az értékek megőrzéséről és továbbadásáról is szólnak a vasárnapi romániai helyhatósági választások. Erről beszélt Kereskényi Gábor Szatmárnémetiben, ahol megújul az Északi Színház stúdióterme. Az RMDSZ-es polgármester, aki újraindul a tisztségért, hangsúlyozta, ahhoz, hogy továbbra is fejlődhessen a város kultúrája, a folytatásra kell majd szavazni. Fontos az, hogy szeptember 27-én minél többen ott legyünk, és minél többen igennel szavazzunk a folytatásra, a nívós kulturális rendezvényekre, a megmaradásra, arra, hogy itthon legyünk a továbbiakban is Szatmárnémetiben. Olcsóbb közlekedést ígér a megújuló vasúti menetrend több dunántúli vonalon. Az érintett járatokon hétfőtől átlagosan 10%-kal kell kevesebbet fizetni az utazásért. A szolgáltatók a nyári kínálathoz hasonló lehetőséget biztosítanak a főváros és például Keszthely, Zalaegerszeg vagy éppen Székesfehérvár között. A közeljövőben pedig más vonalakon is hasonló reformok várhatók. Menetrend szerint indult ez a szerelvény a déli pályaudvarról a Zala megyei városba. Az utasoknak most még a korábbi díjszabás szerint kellett megváltaniuk a jegyüket. Igazából hamar szeretnénk Keszthelyre érni, ezért választottuk a vonatot, az unokámmal kényelmesebb, egyszerűbb közlekedésnek gondolnám. És hétfőtől olcsóbb is lesz. Több budapesti állomás és Keszthely, valamint Nagykanizsa között a jelenlegi helyet egy díjkategóriával kevesebbet kell majd fizetni. Sokan indultak szerda délután Zalaegerszegről Budapestre az Intercity-vel. Buze István, ha nem autóval utazik, minden esetben a vonatot választja. A vonat előnyösebb, kényelmes, tiszta, gyors, úgyhogy nem kell autót vezetni, úgyhogy én szívesen használom a vasúti közlekedés, és elég jó tapasztalatom van. Naponta 7 pár Intercity közlekedik Zalaegerszeg és Budapest között. Jövő hét elejétől ezekre a járatokra a pót és helyi jegy helyett egyetlen, egységesen 300 forintba kerülő helyi jegyet kell venni.
Csaknem 45 perc a menetideje ennek a gyors vonatnak Székesfehérvárról a fővárosba. Hétfőtől a menetidő nem változik, de a menetjegy itt is olcsóbb lesz. Nem kell ugyanis gyors vonati pótjegyet váltani a Székesfehérváron áthaladó, eddig pótjegyköteles vonatokra. A MÁV Start több dunántúli vonalon, a Balaton déli partját, Zalaegerszeget, Nagykanizsát, Keszthelyt, Szombathelyt, Székesfehérvárt és Veszprémet érintően eltörli a gyorsvonati pótjegyet. Négy vonalon az Intercity vonatok pedig a jelenleginél olcsóbban vehetők igénybe. Változik a volánbuszok közlekedése is az érintett térségben. Egyebek mellett hétfőtől a Székesfehérvárról Budapestre tartó autóbuszjáratokon elfogadják a vasúti bérleteket is. A végcél az majd az, hogy egy bérlete és egy jegyen lehet utazni, de ez ezeken a viszonylatokon megindul, és azt lehet mondani, hogy a kínálatot is optimalizáljuk, hiszen azokat a párhuzamosságokat, amelyeket tapasztaltunk, adott esetben a vasút és a közúti menetrendi kínálatban, ezeket a párhuzamosságokat próbáljuk megszüntetni, és nyilván költséghatékonyabbá tenni a szolgáltatásunkat. 2020 rekordév lehet a vasúti fejlesztésekben, ezt már a közlekedés politikáért felelős államtitkár mondta. Mosóczi László közölte, idén minden korábbinál többet, csaknem 300 milliárd forintot költenek a vasút korszerűsítésére. A kormány stratégiai célja a közösségi közlekedés versenyképességének növelése az autózással szemben. Ennek elsődleges eszköze a környezetkímélő, biztonságos vasút térnyerésének a támogatása. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium intézkedéseivel a közösségi közlekedés gerincét adó vasúthálózat előnyét, elsőbségét kívánja érvényre juttatni. Államtitkár hozzátette, a vasúti fővonalakon végrehajtott fejlesztések érdemben javítják a kötött pályás szolgáltatások színvonalát. Féltékenységből akarta megölni két barátnőjét is egy 10 éves fiú Budapesten. Első barátnőjét a Jeges-Dunába lökte, majd megverte, ezért le is tartóztatták, ám később házi őrizetbe került. Új barátnőjét ekkor támadta meg, megszökött, majd a lányt késsel többször is megszúrta. Ha felnőtt lenne a fiú, tényleges életfogytiglant is kaphatna, de mivel fiatalkorú, legfeljebb 18 évre ítélhetik. Dunaparti sétára hívta a nála 4 évvel idősebb mennyasszonyát egy 15 éves fiú még 2018 márciusában. Féltékenysége miatt azonban összevesztek, és a vőlegény többször megütötte, majd a 4 méter magas partfalról a Dunába lökte barátnőjét. A lánynak sikerült kiúsznia, a parton azonban a fiú tovább bántalmazta, életveszélyes sérüléseket okozva a mennyasszonyának. Az eset után a féltékeny vőlegényt letartóztatták, a bíróság azonban egy idő után házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletet rendelt el vele szemben. Időközben a fiú új barátnőt talált, de tavaly augusztusban ismét erőt vett rajta a féltékenység. Az egyik gyömrői úti társasház egyik lakásában levágta a lábáról a nyomkövető eszközt, és megszökött a házi őrizetből, hogy kérdőre vonja új barátnőjét. A 16 éves lányt szívtájékon szúrta, a segítségére siető anyját is életveszélyesen megsebesítette. Az ügyészség most vádat emelt a fiú ellen. A fővárosi főügyészség a fiatalkorúval szemben előre kitervelten több ember sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete, valamint fogolyszökés vétsége miatt nyújtott be vádiratot. A fogolyszökés indoka, hogy a fiatalkorú egy korábbi bűnügyében bűnügyi felügyeletben volt, nyomkövetőt viselt, azt azonban levágta és a bűnügyi felügyeletből megszökött. Erre is figyelemmel az ügyészség indítványa alapján jelenleg letartóztatásban van. Nem biztos, hogy itt nagyon el volt borulva az agya. Solt Ágnes kriminológus szerint ez a fiú is azok közé a bűnelkövetők közé tartozik, akiket csak személyiségfejlesztő terápia után lenne szabad visszaengedni a társadalomba. Ha egyszer valaki egy ilyen bűncselekményt elkövet, akkor nem lehet azt várni, hogyha semmiféle terápiás beavatkozás nem történt, ami a személyiségváltozást segítené, hogy a jövőben nem fog ilyet újra elkövetni, hogyha ugyanazok a körülmények vagy hasonló körülmények állnak fenn. A fővárosi főügyészség kezdeményezte, hogy a bíróság egyesítse a fiú ellen folyó két büntető eljárást. Ha a törvényszék helyt ad az indítványnak, a Dunába lökött, illetve a megkésért lány ügyét egy perben tárgyalják majd. Ha a fiú terhére rótt bűncselekményeket felnőtt követi el, akár tényleges életfogytiglanra is ítélhetik. Mivel a vádlott még most is fiatalkorú, ő legfeljebb 18 évet kaphat. A híradót Víg András tudósította.